Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Fehérvár Csurgói víztározó partjáról. Azt hiszem, hogy ma nagy fába vágtam a fejszémet, hiszen ez a víztározó maga 220 hektárjával igazán nem nevezhető műanyagtónak. És az itt létemnek van egy kis története. Internetes barangolásaim által találtam rá erre a vízterületre, ami egyébként Székesfehérvár környékének az ivóvíz, valamint a mezőgazdasági vízellátását hivatott kiszolgálni. Tehát mostanában előszeretettel járok ilyen nagy víztározókra, és ilyen bordáskosaras módszerrel szeretem ezeket a vizeket úgymond vallatni, hiszen úgy gondolom, hogyha egy jól felépített etetést ki tudok alakítani nagy mennyiségű bevitt etetőanyaggal, akkor jó eséllyel számíthatok nagyobb testű pontyok, amúrok megjelenésére. És ide kapcsolódik be ez a történet, hogy amikor legelőször lejöttem ide horgászni egy pár héttel ezelőtt, akkor egy valamilyen felszereléssel, egy médiumhevű bottal gondoltam fogok ismereti pontjokat, és már akkor három nagy testű halat sikerült az első horgászat alatt megakasztanom. Természetesen egyiket sem tudtam kifogni, úgyhogy nagyon felpaprikáztak ezek az események, és már másnap egy erősebb felszereléssel tértem vissza, és a harmadik dobásra sikerült egyéni személyes rekordomat megdönteni, egy több mint 17 kilós tőponttyal. Nagyon kalandos módon sikerült megfognom ezt a halat, hiszen a megakasztás pillanatában már éreztem, hogy tulajdonképpen ez a halhoz semmi közöm, csak húzta le a zsinort, és az volt a szerencsém, hogy mivel itt Fehérvár Csurgón rengeteg bojlis horgász van,
Igazából ez a bojlisok mekkája, számtalan nagytestű pontyot és harcsát fognak itt szinte minden évben. Tehát pont a hazamenetelre készültek, és a kollega éppen benn volt a csónakkal, hogy a bójáját szedje össze, és kiabáltam utána, hogy azonnal gyerek és próbálj meg nekem segíteni, mert ezt a halat parton nem tudom kifárasztani, illetve nem tudom partra kihúzni. Csónakba kellett tehát ülni, és még így is legalább 20 percig tartott a fárasztást. Azt tudni kell, hogy nyilvánvalóan ebben az is benne volt, hogy az előkém monofil, egy 12-es horoggal, a dobó előkém is monofil volt, semmi olyan fonott eszközt nem használtam, ami megkönnyítette volna ennek a halnak a kifárasztását, de végül is sikeresen meg tudtuk szákolni, és a parton le tudtuk mérlegelni. Nagyon-nagyon boldog voltam ettől a fogástól, és akkor abban a pillanatban eldöntöttem, hogy ide mindenképpen szeretnék visszajönni, és ezt a filmet leforgatni. Nyilvánvalóan ma nem fogok megfogni rekordhalat, hiszen itt a kamera is ilyenkor nem szokott úgy lenni, ahogy mi szeretnénk, de azért egy kis pontyot már sikerült fognom, és ez a fogás bizakodást ad arra, hogy a mai nap adott esetben egy jó horgászatot nézzünk elébe. Egy ekkora vízterületnek a megfejtése nyilvánvalóan nem egyszerű feladat, hiszen ahány helyre leülnék, annyi arcát mutatná ez a csodálatos víz. Én a bordáskosár erejében hiszek, és hiszem azt, hogy ha viszonylag nagy mennyiségű etetőanyagot bejutatok egy helyre egy kiakasztott klipszes technikával, akkor jó eséllyel pályázhatok arra, hogy a nap folyamán nagyobb testű pontyok is megjelennek. A csalim 8 mm-es, illetve 10 mm-es, tehát nem tudom befolyásolni, nem is szeretnék csalival szelektálni, egyszerűen csak bízok abban, hogy meg fognak jelenni a hőnáhított halaim, és remélem, hogy a kamerának tudok ma nagy testű halat is mutatni, de mint a mellékelt ábra is mutatja, kapásba egy kis pontja kezdtünk, amit én egyáltalán nem bánok, én itt minden halfogásnak örülök, és tudom azt, hogy ez egy nagyon hektikus víz. Itt előfordulhat rekordfogás is, vagy pedig egy nagyon nagy betlizés. Egy ilyen víztározón ezt tudnunk kell elfogadni. Nem ismerem a vizet, semmilyen információm nincsen, nem kérdeztem utána, ugyanúgy, mint bárki más, lejöttem ide, nagyjából fölmértem itt a terepet, és ez a földnyelv ma pont szabad volt, és mivel itt a part kialakításától durván 30 méterrel beljebb vagyok, teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezt a helyet fogom választani, hiszen nem kell akkor átdobnom, hogy a pontyokat elérjem. Az etetőanyag tekintetében két részre bontottam ma a horgászatot, halas és kukoricás etetőanyagot hoztam magammal. A pellet, amit bekevertem, nem szeretnék most neki különösebb magyarázatot adni. A mikropelletek a ponthorgászatban tulajdonképpen teljesen átvették az uralkodó szerepet, és most már mindenki szinte mikropellettekkel horgászik. Azt is nagyon fontos tudni, hogy metódmixet azért nem használok, mert a Fehérvárcsurgói víztározónak nagyon híres a keszeg és a kárászállománya, és hogyha egy nagyon intenzív füstölő kaját használnék, akkor valószínűleg a keszegeket nem tudnám kiszelektálni a 8 mm-es csalival, úgyhogy próbálom elkerülni a bosszantó fehérhalak jelenlétét. Nyilvánvalóan imádok keszegre horgászni, de most nem őket szeretném fogdosni. A célhalaim egyértelműen pontyok. A kukoricás etetőanyag esetében itt sem variáltam túl, hanem egy adalékanyagot, kukoricacsíra pellet őrleményt kevertem be szimplán vízzel, és hozzákevertem házilag elrésztett kukoricát. Azért kevertem be ezt a etetőanyagot, mert teljesen naturális, és mivel az elmúlt napokban sorra dőltek meg a melegrekordok, a tegnapi nap folyamán az autóm hőmérője kereken 40 fokot mutatott. Biztos vagyok benne, hogy most egy ilyen túlaromásított, túlvariált etetőanyaggal nem lennék eredményes, tehát ezt a teljesen natur kukoricacsíra pellet őrleményt választottam, amihez a házilag elrésztett kukoricát kevertem hozzá. Ebben a meleg vízben a házilag elrésztett kukorica egyáltalán nem zavarja a halat, sőt, ugye nagyon jól tudjuk, hogy meleg vízben ezek a tejsavas, vajsavas csalogatóanyagok mennyire jó hatással vannak a halakra. Bízom ennek is ma az erejében. Meglátjuk, hogy sikerül-e adott esetben amúrt is fognom, ezt nyilván nem tudhatom előre, de szeretnék. Megpróbálok most egy kellő etetőanyagbázist fölépíteni mind a két helyen. Nem horgászok egyébként nagy távolságra, hiszen legutóbb, mikor itt voltam, akkor láttam, hogy a bojlisok is olyan 80, maximum 100 méterre teszik le a bójáikat. Meglepő egy ekkora vizen, de a bojlisok nyilván tudnak valamit, amit én nem. Az nagyon fontos még tisztázni, hogy nagyon nagy mélységekkel rendelkezik a víz. Az átlag mélysége az 6-8 méter, de a legmélyebb pontjai akár 16 és 18 méter között is lehetnek. Ez nyilvánvalóan ugye a vízszínnek a szabályozása befolyásolja.
egy nagyon-nagyon letisztult horgászat, és nem hoztam ki magammal 15 ezer csalit, hanem van nálam 3 doboz favorite neon dumbbell, én ezekben a csalikba maximálisan hiszek, és igazából inkább a helynek a pontos meghorgászásában hiszek, mint sem abban, hogy most a csalikat váltogassam. Ez is körülbelül már 4-et dobtam egy helyre, ugye ott a savanyú kukorica, ez a naturális kukoricacsíra pelletőrremény, és csak időkérdése volt, hogy mikor jelennek meg rajta halak. Nagyon örülök egyébként annak, hogy sikerült meg egy jó időjárás kifogni, hiszen, mint már mondtam, rekkenő hőség volt az elmúlt héten, említettem azt is, hogy sorra dőlnek meg a melegrekordok, és ma, hála Istennek, egy nagyon kellemes hőmérséklet van, most olyan 28-29 fok lehet. Annyit mozog a víz, amennyit egy jó ponthorgászatnál mozognia kell, úgyhogy ezt a halak pedig nagyon szép kapásokkal díjazzák. Bízom benne, hogy őt is meg tudom mutatni. Most egy kicsit kitört oldalra, nehezen tudom szabályozni a mozgását, de próbálom minél higgadtabban fárasztani. Ugye 390-es heavy botot használok, szükség van az ilyen súlyú végszerelékek eldobásához egy ilyen erősségi botra. De hát itt, ahogy mondani szokták, add meg a császárnak, ami a császáré, ide nem light felszereléssel kell lejönni. És ezért is bízok egyébként a bordáskosárba, mert tudom azt, hogy be tudok juttatni vele annyi etetőanyagot, amennyi ott is marad, vagy legalábbis marad annyi a pontyoknak, mire oda érkeznek. De nem szeretném túl okoskodni ezt a két halat, és bízom benne, hogy a nap folyamán is folyamatosan tudom majd őket fogni. Nagyon boldog vagyok. Nem 17 kilós, de hibátlan hal. Azt gondolom, az a méret, amit már tényleg egy élmény kifogni. Egy ekkora víztározóból. Fantasztikus. Teljesen érintetlen száj. Pikkely hiba nincs rajta. Hihetetlenül boldog vagyok. Bízom benne, hogy te is kapitálisra fogsz nőni. Engedjük vissza. Normál körülmények közt is, de ilyen terepen hatalmas előny és szinte elvárás, hogy legyen egy ilyen halkímélő visszaengedőnk, hiszen ebben nem esik, nem eshet baja egy ilyen csodálatos halnak, nem venném a lelkem, hogyha itt a köveken elereszteném. Köszönöm, jó barát, nagyot küzdöttünk, nőj nagyra, szia! A fárasztása közben az egekig magasztaltam a kukorica csíra pelletőrleményt, és ez egyáltalán nem volt üres frázis. Ebben a nyári időszakban én előszeretettel használom önmagában, önálló etetőanyagként. Habár adaléganyagnak áruljuk, több jó tulajdonsága van, amit tudni kell róla az, hogy rendkívül jól tapad, és a jó tapadóságához mérten ugyanolyan jól bomlik is. Tehát ha egy etetőanyagnak nem megfelelő tapadása, vagy nincs előző este időnk arra, hogy bekeverjünk egy durva szemcsés etetőanyagot, akkor adjunk hozzá egy kis kukoricacsíra pelletőrleményt, és már nagyon gyorsan tudunk az állagán javítani. Ami nagyon fontos, és mi a versenyhorgászatban előszeretettel ezért is alkalmazzuk, az, hogy rendkívüli módon naturális, nincs benne semmi zavaró aroma, és
ha az ember beleszagol, akkor kizárólag a kukoricának a semmiesre hasonlítható, nagyon kellemes aromáját érzi, amit nyilvánvalóan a pontyok és az amúrok is nagyon sok kapásra szoktak jutalmazni, mint ugye a mellékelt ábra is mutatja. Ugye a csali az még tökéletesen rajta van a fine csali tüskén, nem esett le róla, úgyhogy ugyanezt fogom visszadobni. A horogról pedig most azért nem szeretnék különösebben semmit mondani, mert én csak most ismerkedem vele, Bató Jani kollégámtól kaptam ezt a horgot, aki ponthorgász, és én kértem tőle ilyen bojlis formájú horgot, mert bíztam benne, hogy itt a nagytestű halaknak nem fog kiakadni a szájából, úgyhogy most én is csak egyelőre ismerkedem ezzel a horoggal, ezzel a horog formával, ezzel a típussal, talán majd egy következő filmemben már többet tudok róla mondani. Nem is tétlenkedem, hanem akkor megmutatom, hogy hogyan csalizok. Minden esetben van nálam ilyen házilag elrejtett kukorica, nyári időszakban szinte nélkülözhetetlen, nem lőhetünk vele mellé. Mind a ponty, mind az amúr. Nagyon kedveli. Én nagyon picit itt elkeverem a etetőanyag tetején, és mindig annyit veszek ki a vödörből, amennyivel épp csak meg tudom tölteni a kosarat. Ezt a hibát én nagyon sokszor szoktam látni a parton horgászoknál, hogy túltöltik az etetőkosaraikat, és nem vesznek róla tudomást, hogy ez mindenképpen a pontosságnak a rovására fog menni. Ha túlságosan nehéz egy végszerelék, akkor a dobás pillanatában egy alulméretezett bottal a lendítő erőt elnyeli, és nem lesz hatékony a dobás, úgyhogy bőven elég a kialakított cellákig megtölteni etetőanyaggal, hiszen amikor majd ez vízbe érkezés után kioldódik belőle, akkor egy ennél nagyjából kétszer nagyobb kupacot fog ott találni a hal, és ez még így is összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint amennyit egy flat kosárra be tudunk juttatni. Nem is szaporítanám tovább a szót, szeretném minél gyorsabban visszadobni a végszereléket. Ennyire egyszerű az egész, nincs itt túl gondolva. Egyelőre most nem is használok aromákat. Van nálam itt egy pár aroma, magma és splash és egy kifejezetten tokhalazásra szánt olajos aroma. Egyelőre még úgy látom, hogy nem kell bevetni, mert meglátjuk, hogy a nap folyamán lesz rájuk szükség. Menjen a végszerelék a helyére. Ez a kapás egyértelműen megerősít a stratégiának a helyességében, hiszen több mint fél órát vártam rá, és ezt el is szerettem volna mondani, hogy ez a horgászat, ez nem az 5-10 percenkénti újradobásról szól. Ezt már sikerült a pár alkalommal, mióta itt horgászom, kitapasztalnom, hogy nem kell túlzásba vinni a dobásszámot, hanem kellően pontosan egy helyre beütötve az etetőanyagot, ki kell várni a kapást. Úgy érzem, hogy egy szép ponty van most is a horgon végén. Nem merem kijelenteni, hogy kapitális nyilván nem az, de nagyon szépen dolgozik. És éppen a másik botomat vettem ki és csaliztam volna újra, amikor ugye hirtelen mozdulattal láttam, hogy megindul a botom a víz felé. Nyilván nagyon sok sportással megtörtént már ez, hogy mindig akkor van a kapás, amikor mással vagyunk elfoglalva. Hú, hát ez most tudom közhelyes, de nagyon szeretném kivenni ezt a halat. Ő is egyébként a kukoricás etetőanyagra csábult el, illetve ott vette föl a wafter csalit. Egyáltalán nem vagyok meglepve, hiszen bármennyire is jók ezek a mikropelletek, mint a film elején említettem, rendkívül meleg a víz, és ilyenkor a halak táplálkozása is azért némileg megváltozik. Sokkal jobban fölértékelődik a világos színű, naturális etetőanyagoknak a jelenléte, főleg, hogyha elresztett kukoricát is talál benne a ponty. Ilyenkor ez a savas közeg nagyon jól dolgozik ezekben a meleg vizekben, és a pontyok azok mindig szép kapással díjazzák a beütött kukoricát. Bízom benne, hogy sikerül ezt a halat kivenni, nagyon kitört oldalra, és nagyon veszélyes itt állni ezeken a köveken is. Nem egyszerű feladat, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy ezen a forgatáson úgy sikerült fogni a halat, ahogy szerettük volna. Ez a hal egyébként egy nagyon jó bizonyíték arra, hogy mindig figyelni kell a helyi sajátosságokra, hiszen mikor egy horgász kiérkezik egy ilyen víztárolóra, egyértelműen mindig a lehető legnagyobb dobásra törekszik, és körülbelül 70 méterre horgászom mind a két botommal, mert, mint már az imént mondtam, a bojlis horgászokon nagyon jól meg lehetett figyelni, hogy viszonylag közel teszik le a bójáikat, és hát ez egyértelmű, hogy a halak útvonalai ezen a 70-80 méteren ugyanúgy megvan, mint bent 200-on, úgyhogy azt tudom tanácsolni, hogyha valaki kilátogat ide a Fehérvár csurgói víztározóra, hogy nem kell feltétlenül nagyokat dobni, sokkal fontosabb inkább
az etetőanyagnak a megfelelő kiválasztása, a csali felkínálás, a horogméret, mint sem annál, hogy most 100 méterekre dobáljunk. Érdemes tehát tényleg az adott horgászhelyjel kapcsolatban megfelelően tájékozódni, mert ezek olyan információk, amik sokkal jobban felértékelődnek, mint az etetőanyag. Most már part közelben vagyok a hallal, még mindig nem láttam. Nem hiszem, hogy kispont lesz, ahhoz teljesen más a védekezése, majd meglátjuk, hogy lesz-e akkora, mint az előző. Mindenesetre minden halfogásnak nagyon örülök, csak már lenne szágba. Ez már milyen lesz. És megvan! Alig félve, de jóság! Hát ez mekkora ez a hal? Van 10 kiló, Dominik, szerinted? Te jóságos ég! Partról 10 kiló? Atya úristen, hát ezt nem gondoltam, vigyük föl. Oda nézd, milyen szépen akadt. Szaká nélkül, ez öklönbe férne be a szájba. Egy pillanat, a szabadítás. És ez milyen szép kíméletesen lesz választva. Lesz, nézd meg, Dominik. Hihetetlen. Hihetetlen. És ahhoz képest még viszonylag könnyen kijött. Dominik, vigyük oda a vízhez. Ezt nem szeretném, ezt a halat semmiképp se elejteni. Vigyük oda a vízhez, és ott megmutatjuk. Hát nem is tudom, mit mondjak. Elmutatom a kamerának. Hihetetlenül boldog vagyok, de hát ki ne lenne boldog, aki ilyen halat fog, meg se bírom fogni rendesen. Akkora. Atya úristen. Le is kakült. Istenem, nem haragszok érte. Csodálatos hal. Fantasztikus. Nem tudom hány kiló, nem fogom megmérni. Biztos, hogy nincsen 17, mint a legutóbbi. De ez Fehérvár csurgó. Ezt tudja ez a csodálatos víztározó. Partról 70 méterre, egyszem 10 mm-es wafterre. Nem kell ezt a pecát túl gondolni, itt vannak ezek a halak, csak türelmesen ki kell őket várni. Vigyük vissza a vízbe. Most már nagyjából átment rajtam ennek a csodálatos halnak a kifogása. Igazi sokban voltam, és az adrenalintól hosszú percekig még így remegett a kezem, de úgy gondolom, hogy egy ilyen méretű halnak a kifogása az mindenképp egy olyan sikerélmény, amit kellően meg kell az embernek önmagában ünnepelni. Említettem, hogy csalik tekintetében sem variáltam túl ezt a mai horgászatot, és akik engem ismernek, szokták látni a filmémet, azok nagyon jól tudják, hogy nem is szoktam, és most is csak a három kedvenc csalim van nálam. És ezt nagyon sokszor leszoktam írni, illetve el szoktam mondani, hogy a nagy halat ugyanúgy meg lehet fogni kis csalival, és ez alapvetően féderhorgászat. Én nem azért jöttem ma ide, hogy célzottan ezt a nagy testű pontyot megfogjam, viszont tudtam, hogy benne van a pakliban. Azért használok 10 mm-es waftereket, mert hiszek abban, mint már említettem, hogyha fölépítek egy etetést, azon az etetésen megjelenhet 1 kilótól 15 kilóig bármekkora méretű ponty,
és hogyha túlontúl nagy csalit használnék, akkor a kisebb testű pontyokat kizárnám a játékból, és egyáltalán nincs arra garancia, hogy a nagy testű pedig fel fogja venni a megnövekedett méretű csalit. Ezért használom ezeket a sima, egyszerű, teljesen letisztult csalikat, ugye a három slágerszín, a narancssárga, a sárga és a pink. Ezek a csalik tökéletesen ki vannak balanszírozva, gyakorlatilag megemelik a csalitüskét, és a kialakított etetésen, adott esetben, mivel ma a kukoricás etetőanyag megy jobban, a fehér alapon egy ilyen rikító csalit minden hal észrevesz, kíváncsiságból adódóan oda megy, rászív, és már meg is van fogva. Egy 15 kilós halnak ez a csali beszippantása mondhatni, hogy gyerekjáték, és a kilós pontnak sem okoz problémát, úgyhogy nagyjából én ebben a három csaliban gondolkodtam ma, és általában a horgászataim zömén én ennyire leegyszerűsítem a csali repertoárt, mert nagyon megtévesztő tud lenni az, amikor kivarakva 15-20 csali, nyilvánvalóan a maga kategóriában mindegyik tökéletes, viszont nagyon meg tudja keverni az ember fejét, és hogyha túlontúl a csalira bízzuk a halnak a megfogását, akkor bizony hamar tévútra tévedhetünk. Ismét valami jó hal van a horgomon. Szegény Dominik nem is tudta lereagálni az eseményeket, éppen a vágóképekkel volt elfoglalva. Egyszer csak megindult a botom, nyitottam a féken és csak ment a hal. Lehet, hogy aztán csak az első ijegységében. De megmondom őszintén, nagyon-nagyon örülök ennek a napnak, és nem tudom, szóval nehéz ilyenkor mit mondani, hogy ennyire jól sikerül egy forgatási nap és egy ilyen horgászat. Sokkal kevesebb időt kellett várni erre, hiszen már egy jó pár dobás volt, és azért valamint egy felépült etetés, és úgy látszik, hogy ma egyértelműen a kukoricás etetőanyagra és az erjesztett kukoricára reagálja ebben a ponty. Nem vagyok meglepve. Tisztában voltam vele, hogy ilyen meleg vízbe, ilyen forróságban, ilyen körülmények között ennek a csalogató anyagnak működni kell, és tulajdonképpen ebben az esetben a kukorica csíra pellet örlemény egy hordozóanyag, ez az a megbízható adalék, amivel az eresztett kukoricát le tudom juttatni ebbe a mély vízbe a mederfenékre. Ott szépen kioldódik és bevárja a pontyokat. Viszont bármennyire sikeres ez a horgászat, ő lesz a nap utolsó hala, mert hőségriadó van és megint bőven 30 fok felett járunk, és televízióban is más se hallok, csak hogy a délutáni órákban már ne nagyon legyünk napon. Én úgy gondolom, hogy megelégszem ezzel a mai fogással, és főleg, hogyha ez a hal is kijön, amit most már egyre inkább kimerek jelenteni, talán ő is nagy testű lesz. Nem lesz akkora, mint az előző volt, de jó esély van rá, hogy ő is 5 kg felett jár. Szóval megelégszem ezzel, és visszavonulót fújok. Én nem gondolom, hogy a felvételek nem elég meggyőzőek, és azt nagyon fontos tisztázni, hogy reggel, mikor megérkeztem ide, nem volt helyfoglalás. Egyszerűen csak ez a hely üres volt, leültem ide, ez a hely bárkinek adott, ő is horgászhat itt, és ugye 70 méterre a parttól ilyen gyönyörű halak, ilyen gyönyörű kapások várnak. Az őszi időszakban biztos vagyok benne, hogy a pellettel többet fogtam volna, hiszen ezek a pellettek tökéletesen tudják a dolgokat, de ilyen kánikulai körülmények között az elresztett kukoricának és egy natúr etetőanyagnak nincsen párja. Próbálom követni, és próbál minél higgadtabb fárasztással magamhoz húzni. Nagyon fontos ilyenkor egyébként, hogy nem szabad ezeket a halakat erőltetni, nem csak azért, mert monofil az előkém, igaz, hogy 20-as monofilt kötöttem, ami rendszerint azért kibírja, és a horogba is most nagyon bízok, úgyhogy Bató Janinak innen is megköszönöm ezt a szuper horgot. Biztos vagyok benne, hogy fogok még kérni tőle, és a bordáskosaras horgászataim során ezt a horogtípust fogom használni, szakál nélküli, és mégis olyan a horognak a kialakítása, hogy nagyon szépen befordul a porcos részbe, vagy ahova éppen akad, és eddig nagyon jól teljesített. Elment. Jaj, de szomorú vagyok. Annyira szerettem volna kifogni, de úgy gondolom, hogy mivel már elmondtam, hogy szerettem volna befejezni a horgászatot, ezért nem másítom meg ezt, és ezt most benyelem. Én úgy gondolom, hogy az a hal, amit most a kamerának meg tudtam az imént mutatni, az kárpótol ezért a veszteségért.
Tudom, hogy mindig a legnagyobb hal megy el. Ez biztos, hogy nagy testű volt, és biztos, hogy 10 körül volt. Ugye próbáltam húzni magam felé, egyszer csak éreztem, hogy megfordul, megindul, és hiába nyitottam neki a féket, fellazult a zsinór. Én ettől függetlenül ezt a horgászatot mindenféleképpen sikernek könyvelem el. Nem is volt olyan messze. Bocsánat, elvitte a monofil előkémet. Szóval mindenképpen sikerként könyvelem el, és arra biztatok mindenkit, hogy látogasson le egyszer ide a Fehérvár Csurgai víztározó partjára, és ő is próbálja meg ezt a partközeli féderezést, lehet, hogy őt is ilyen meglepetés halak fogják fogadni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, viszontlátásra!